Az Agrárminisztérium kezdeményezésére 2020-ban indult el a településfásítási program. Célja az volt, hogy növeljék az ország fával borított részeit nemcsak a külterületeken nagyobb erdők formájában, hanem egy-egy település belterületén is. Az elmúlt évek alatt mintegy 46 ezer darab sorfát ültettek el az országban, településenként 10-30 darab közötti mennyiséget. A programban a szabolcs szatmár vármegyei önkormányzatok is évről évre aktívan vesznek részt. 2020-ban 43, aztán aztán közel 60 település uh, igényelt sikeresen itt a településfástási programban, a legutóbbi alkalommal is uh, közel 40 település. Tehát uh, ezek uh, mind-mindegy egy ültetési eseményt jelentenek, ahol, ahol a már említett 10-20-30 sorfa uh, elültetésére kerül sor, és ez összesen azt jelenti, hogy, uh, hogy ott a Vármegyében már pontosan 3564 sorfa uh, került uh, elültetésre, úgyhogy ez, uh, ez, ez, ez nagy öröm, még azért már a számból is, le, a számból is uh, érződik, hogy uh, hogy ez a 3564 fa, ez már ez már valóban látszódik is, és szerintem ott a, az ott élő lakók uh, nap mint nap, de hogy minden héten találkoznak legalább vele, az biztos. Az erdészet kiemelt figyelmet fordít arra, hogy hosszú távon jól működő program legyen ez a kezdeményezés, ezért 13 fafajta közül választhatnak a települések. A döntésnél számos dolgot figyelembe kell venni, hogyan fog kinézni az adott hely 15-20 év múlva, mik a település rendezési tervek, milyen közművek, és azok hogyan helyezkednek el. A programba regisztrálni a magyarországi 10.000 alatti települések tudnak elsősorban az önkormányzatok, de hogyha van olyan egyházi vagy civil szervezet, aki, aki ezt szívesen felkarolja ezt a kezdeményezést, akkor ők is tudnak polgármesteri hozzájárulással ezen elindulni. Minden település csak egy, a programban egy igénylést adhat le, és Most január 15-én nyílt a regisztrációs időszak, ezt egy olyan előregisztrációnak is tekinthetjük, és akinek sikerült regisztrálnia, az pedig február 1-én, 10 órakor fog majd nyílni az igénylési felület. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ott, ott azért a, a jelenleg rendelkezésre álló tízezer darab sorfa az gyorsan gazdára fog találni. A tervek szerint 4-500 település így is kaphat fát, minimum 10, maximum 30 darabot. Fától függően tavasszal és ősszel lehet ezeket elültetni. A rendelkezésre álló mennyiség alapján március-április körül 4 az őszi ültetési időszakban további 6 ezer sorfa kerül majd a helyére.